nyilván az elmúlt 2,5 évben nagyon intenzíven... Új szerelés, némileg megújult logó, új játékosok. Hagyományos idény előtti sajtótájékoztatóján számolt be a Nyíregyházi Egyesület vezetése a legfontosabb változásokról. Balogh Béla elnök kiemelte, az elmúlt hónapokban is toboroztak az iskolákban, így több mint 50 kosárpalánttal kezdte el augusztusban az edzéseket. Az utánpótlás bajnokságokban az U11-től az U18-al bezárólag valamennyi korosztályban indít csapatot a Nyikse. 12 utánpótláskorú csapat van, és egy felnőtt csapat, ugye az MB2, 10 edzővel dolgozunk, ebből minden csapat mellett 2 edző van, idén már ezt elértük, és ez azt gondolom egy óriási cél, hiszen ez fontos az alapos szakmai felkészüléshez, és olyan csoportok kezelése az, ahol adott esetben 20-an vesznek részt egy edzésen, ott nyilván meg kell bontani, a kisebb csoportos edzések, foglalkozások, akár az egyéni képzések, erőnléti felkészítések, ezek mind hasznára válnak az utánpótláskorú játékosoknak. A zászlóshajónak számító felnőtt csapat az előző szezonban az alapszakasz, majd a rájátszást is megnyerte az NB2 keleti csoportban, az osztályozón viszont nem sikerült kiharcolni a feljutást. A tavalyi keretből távozott Kósa Tamás, érkezett viszont Olá Zoltán, Vida Zoltán, Vámos Bence, Lakatos Zsombor, Szenti Mátyás, Tóth Viktor, és az edzői feladatokat is ellátó Szavics Bráne is ott lesz majd a pályán. Most már ezzel, hogy a csapatunk szépen kialakult, és Bráne Szavicsnak a szakmai és fanatikus hozzáállásával, játékos és edzői munkájával együtt, és a csapat összetételét is most már látva, az első két hely valamelyikétől szüki célul, ami feljogosít bennünket arra, hogy a legvégén a playoffban szerepeljünk, és hát most már megfogalmazhatjuk, szeretnék legalább azt a döntős helyet elérni, és bízunk abban, hogy egy osztályt tudunk lépni. Mint Szavics Bráne elmondta, inkább a pályán kívülről igyekszik majd segíteni a fiatalok fejlődését, de ha szükség lesz rá, a játéktéren is kezébe veszi a karmesteri pálcát. A cél nem lesz ez, hogy én fogom játszani 40 perc. Én szeretem adni sok játékperc fiatal játékosok. És mikor fogom érzeni, hogy valami baj van a pályán, nem teljesen rendesen kosárlabda játszunk, akkor be fogom lépni, és pár perc, és... fogom mutatni, hogy kell csinálni a rend a pályán, hogy fiatal játékos, akkor kispadom lehet élőben látni és tanulni, hogy kell csinálni. Ez szerintem ez a legjobb iskola lesz nekik. Pénteken az első fordulóban Mezőberényben lép pályára Sunshine Nyikse, majd újabb két idegenbeli mérkőzés következik. Hazai környezetben először október 29-én a Tiszakéskel ellátogatják a szurkolók a csapatot a Bánki Torna termében.